Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke dombóvári születésű, középiskolás éveit is ott töltötte. A közgyűlésen beszámolt az országos eseményekről, ügyvédi feladatokról, lehetőségekről. Egy ügyvédi kamarai közgyűlés az mindig egyfajta beszámoló, részben a tevékenységről, a vezető testületeknek a elnökség beszámolója, a költségvetés beszámoló és a évi költségvetés elfogadása. Emellett pedig, ha meghívást kap Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, akkor minden esetben nagyon szívesen teszek eleget ennek a meghívásnak, is beszámolok azokról az országos eseményekről, várható jogszabályokról, Magyar Ügyvédi Kamara feladatairól, lehetőségeiről és arról azokról a tevékenységemről a területi kamarák munkáját igyekszik segíteni. Miről tájékoztatni szeretném az ügyvédeket? Egyrészt a most egy utóbbi idő legizgalmasabb témája az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok. Egyre közelebb van a hatályba lépési határidő, október 1, és ennek megfelelően az ügyvédek oktatását, felkészítését is fel kellett gyorsítani, és ezzel kapcsolatos új fejleményekről szeretnék beszámolni. Aztán szót ejtünk az ügyvédi letétek kérdéséről és más aktuális feladatokról. Az ingatlan nyilvántartás nagy horderejű változás jelent, hiszen megszűnik a papír alapú ügyintézés, tehát gyakorlatilag mindent az adásvételi szerződéseket be kell szkennelni, és magát egy nem csak az adásvétel, minden okiratot be kell szkennelni, és az eljárás elektronikusan fog történni, és ezzel kapcsolatos informatikai programok megismerése a lakosság számára is, az új eljárási rend megismertetése, elfogadtatása az ügyvédek számára is egy nagyon fontos feladatot fog jelenteni. Szabó Tamás, a szekszárdi ügyvédi kamara elnöke elmondta, igyekeznek minden fontos kérdést, részletet átbeszélni. Az éves kamarai közgyűlést fogjuk megtartani a Pécsi Tudományi Egyetem Kultúra-Tudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karán. Ez az éves közgyűlés, ez tulajdonképpen a kamara vezetésének a beszámolója a kamarai tagság felé, és megbeszéljük azokat a legfőbb feladatainkat, az ügyvédséget legjobban foglalkoztató kérdéseket, amik olyan kollektív döntést igényelnek, amire akár a jogszabály, akár a területi kamarának az alapszabálya közgyűlési hatáskört ír elő. A közgyűlés nem csak egy kötelezően tartandó program egyébként, hanem egy kicsit az ügyvédségnek az ünnepe is, a helyi ügyvédségnek is ez az ünnepe, ugyanis évente itt találkozunk a legnagyobb számban mi ügyvédek egymással, és hát ennek megfelelően, ennek a rendezvénynek a méltósága is inkább egy kicsit ünnepélyesebb jellegű, mint sem egy olyan, ami kötelezően tartandó rendezvény lenne. A Pécsi Ügyvédi Kamara elnök asszonya van jelen, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és a Pécsi Ügyvédi Kamarának az elnök asszonya, illetőleg a Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottságnak az elnök asszonya. Ők valamennyien köszönteni fogják, illetve valamennyien egy kis előadást tartanak majd a kollégáknak, itt a Tolna megyei kollégáknak, és ezek a kamarai közgyűlések mindig is pozitív hangulatúak. Én azt hiszem, hogy van is okunk pozitívnak lenni, hiszen április 30-án ugyanebben a teremben ünnepeljük majd hazánk Európai Uniós csatlakozásának a 20. évfordulóját egy jogászkonferencia keretében. Rendkívül neves előadókat hívtunk meg erre a konferenciára, illetve mi magunk ügyvédek is ünneplünk, hiszen 150 éves idén az első klasszikus ügyvédi törvény, az 1874. évi 34-es törvénycikk az ügyvédi rendtartásról, ez pont 150 éve fogadták el, és aztán majd 75. január 1-én lépett hatályba, úgyhogy a következő évben pedig az ügyvédi kamarák megalapításának a 150. éves évfordulóját ünnepeljük, most viszont az ügyvédi törvényé a reflektorfény ebben az évben. Leposa Marian, a Pécsi Ügyvédi Kamara elnöke felhívta a figyelmet a három régió együttműködésének fontosságára. Szerencsére évek óta együttműködünk a szekszárdi kamarával és a kaposvári kamarával is. Amikor 1875-ben, február 6-án megalakult a Pécsi Ügyvédi Kamara, akkor a szekszárdi Ügyvédi Kamara is a tagja lett.
gyakorlatilag azóta működik, azt mondhatom, szinte folyamatosan ez az együttműködés, bár az elmúlt 8-10 évben ez egy kicsit lanyhul, de elnök úr regnálása óta ez újra felé lett. A Pécs nyilván adottságainál fogva, miután a három megye közül a legnagyobb, ezért mi vagyunk a régió központja, mi működtetjük, illetve mi vagyunk a központja a fegyelmi ügyeknek, regionális fegyelmi bizottságok vannak. A régión belül együttműködünk az ügyvédjelöltek továbbképzésében, a regionális perbeszédversenyeket is Pécset szoktuk megtartani, illetve most már a felnőtt képzést is mi bonyolítjuk, tehát szívesen látjuk a szekszárdi kollégákat is a kreditpontok eléréséhez a Pécsi Kamara által szervezett oktatásokon. Azon gondolkodunk, hogy valami fajta rezsicsökkentés okán esetleg közösen alkalmazzunk ügyvelőirodát, vagy itt az elektronikus e-ingatlan nyilvántartás körében is megpróbálunk valamiféle együttműködést, de ezek most még csak körvonalazódnak. Az új rendszer október 1-én fog hatályba lépni, érdemes lesz követni az ezzel kapcsolatos eseményeket, hiszen ez mindenkit érinteni fog majd, akik ingatlant vásárolnak vagy eladnak.